Sziasztok, kedves barátaim! Szeretnék ajánlani figyelmetekbe egy nagyon jó előadást, ami új, de ugyanakkor nagyon régi is. Új, ez azt jelenti, hogy sok ember számára új információ, de mivel védikus ősi írások alapján van összetéve, ezért nagyon régi. Mit keresek én ebbe a világban? Mi a küldetésem? Erről lesz szó. Mert itt nagyon sokszor vannak különféle vélemények, valamikor jó a vélemény, de valamikor téves, de hogyha nem jó a vélemény és nem tiszta a tudásom, akkor vagy nem vagyok biztos abba, hogy jó helyen keresek a boldogságomat, vagy téves úton járok. A védikus írások kitisztázzák a válaszokkal, hogy akkor én hol vagyok és hova menjek, mert az embernek a küldetése, vagy a születésnek az értelme, ez nem nekünk ki kell találni, hanem ha már ember megszületett, akkor már valamiért megszületett. És ez a válasz az védikus írásokból találhatók. Mint például, mikor mi veszünk egy lábost, vagy csak valahol találunk egy lábost, akkor tudjuk, hogy ezt a lábost valaki létrehozta bizonyos funkciókhoz. Szóval a lábosnak van egy küldetése. Ha az utcán látjuk egy betonkeverő autót, akkor tudjuk, mi a küldetése. Szóval minden, ami ember létrehoz, az mindig valamiért hoz létre, neki van egy funkciója. Ugyanúgy ember meg van teremtve arra, hogy van egy célszerűsége, van egy küldetése. És előadáson ezeket a témákat kicsit részletezünk, és kibővítjünk nagyon értékes és hasznos, praktikus, gyakorlati tudással. Várunk benneteket szeretettel mostani őszi-téli szezonban. Több városba fogok tartani, itt a képernyőn látjátok, milyen városba, melyik napon fogunk tartani. A többi részleteket majd a videó leíráshoz rakunk, linkeket, ahol lesznek a címek és pontos időpontok az új előadásokról. Nagyon szépen köszönöm, kívánok nektek, legyetek elégedettek, boldogok, és majd előadáson már nagyon várom, hogy találkozunk veletek. Hare Krishna!